Döntések a jogi, ügyrendi és pénzügyi, valamint a Városépítő Bizottság is ülésezett. SZJA idén is mindenkinek elkészíti adóbevallását a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Győzelem 3-0-ra nyert Kaposváron a Paksi FC. A Telepaks híradóját látják, köszöntöm a nézőket. Az önkormányzat idei évi költségvetése, a Paksi Közlekedési Kft. Üzleti terve és ingatlan eladások is szerepeltek a jogi, ügyrendi és pénzügyi bizottság ülésén. A grémium a Balog Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium fejlesztéséhez szükséges döntésekről is tárgyalt. 17 napi rendi pontot tárgyalt a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság a február 5-i ülésén. Kiemelt téma volt a tanácskozáson az önkormányzat 2020. évi költségvetés tervezete. Heringes Anita, a bizottság elnöke a napi renddel kapcsolatban elmondta, hogy a PDF frakció szeretett volna részt venni a költségvetés tervezet összeállításában. Sajnos már csak kész költségvetéshez tudtuk letenni a javaslatokat, viszont a fórumainkon elhangzott állampolgári észrevételeket benyújtottuk polgármester úrnak. Érdemi választ nem kaptunk ezekre az előterjesztésekre, de mi a költségvetéshez be fogjuk adni módosítóként, így reméljük, hogy jó pár olyan pont lesz, amit a lakosság javasolt, és 2020-as költségvetésben már el tudjuk kezdeni a megvalósítását. A javaslatok nagy része az emberek mindennapját érinti, például utak tervezése és kivitelezése. Heringes Anita reméli, hogy a jelenleg 26 milliárdos költségvetés az év végére növekedni fog. Plusz támogatásra ismét szükség lesz, hiszen a Paks 2-es beruházás komoly feladatot ad az önkormányzatnak, mondta a bizottság elnöke, aki arról is tájékoztatott, hogy az ülésen a legnagyobb vitát a Paksi Közlekedési Kft. 2020. évi üzleti terve váltotta ki. Miután úgy kezdődött el a bizottságülés, hogy még nem volt előterjesztés, ezért én kérvényeztem a bizottságot, hogy vegyük le napirendről ezt a kérdést, és tárgyaljuk meg bármikor máskor, amikor már érdemben az ember fel tud rá készülni, hiszen egy több százmilliós döntést meghozni felelőtlenül nem szabad. Heringes Anita javaslatára végül a napirend tárgyalását elhalasztották. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról és településképi rendelettel kapcsolatos partnerségi vélemények elfogadásáról is tárgyalt a grémium, valamint szó volt ingatlan eladásokról is. Ingatlan eladásokról volt szó. A Balog Antal Katolikus Gimnázium és Iskolának a területének az átadásáról úgy, hogy a Gazdag Erzsi továbbra is az étkeztetése meg lesz oldva, a gyerekeknek a sportpályán a játszási lehetőség meg lesz oldva. A polgármester úr ígéretet tett arra, hogy az iskolai időn kívül is lesz lehetőség bárkinek majd ott a sportpálya használatára, és nem zárjuk el a Paksváros lakosságától ezt a területet. Ezekben a kérdésekben mindegyikében érdemben egyet tudtunk érteni. A Paksi Gyógyászati Központ főigazgatójának illetményemeléséről is tárgyalt a bizottság, a témával kapcsolatban az egészségügyben dolgozók bérrendezésére tett javaslatot a grémium. Ülésezett a Városépítő Bizottság és a grémium a február 12-i képviselőtestületi ülésre készülve 9 napi rendről tárgyalt, az egyebekben pedig a városi közlekedés rendjének megváltoztatására tett javaslatot vitatták meg. Az első napirendű pontunk a Paksi Közlekedési Kft.-nek az üzleti tervének a megtárgyalása volt. Az igazgató egy nagyon részletes szóbeli beszámolóval egészítette ki az írásos üzleti tervüket. A 4 tag részvételével ülésező Városépítő Bizottság 3 igen szavazattal fogadta el a Paksi Közlekedési Kft. Üzleti tervét február 5-i ülésén. Minden grémium tárgyalja a 2020-as költségvetési tervezetet, a Városépítő Bizottság is meghallgat a Szabó Péter polgármester beszámolóját a város kötelezően végrehajtandó és önként vállalt feladatairól. Nagyon-nagyon jól lett elosztva minden összeg, és ami a legfontosabb, hogy a költségvetés egyensúlyban van. A harmadik napi rendi pontunk volt a település rendezési eszközöknek, vagyis a HÉSZ módosításának az elfogadtatása, ami ugye megjárta már az állami főépítészt, aki rátette az engedélyezést, tehát ezt a bizottság elfogadta teljes létszámmal ezeket a módosításokat. A költségvetési tervezetet a bizottsági tagok többsége elfogadta. A Balog Antal Katolikus Óvoda általános iskola és gimnázium fejlesztéséhez szükséges javaslatokat is tárgyalták a képviselők. Ez két területet jelent, amit a város elad az egyház számára, hogy az iskolát megfelelően tudják bővíteni. A keletkezett összegből a Templom utcát fogjuk felújítani, hiszen valószínűleg az építkezés alatt ez a terület ez erősen rongálódni fog.
Ingatlanok értékesítésre kijelöléséről is szó esett, két ingatlant eladásra javasoltak a képviselők, egy esetben ezt nem tartották lehetségesnek. Az érintett dunakömlődi ingatlan bérbeadását tartják megfontolandónak. Volt egy egyebek napi rendi pontunk, amit ott vetett föl az egyik képviselő testület, itt a bizottsági tagunk, aki a városi közlekedésnek, a városi parkolásnak a rendjének a megváltoztatását javasolta, és én még hozzátettem még egy javaslatot, hogy a műszaki osztály kezdje el ezeket a dolgokat kideríteni, felmérni, hogy hol lehet bővíteni a parkolóhelyeknek a számát, hiszen ezzel küzdünk, ez most már a körmünkre ég. Tehát most már a költségvetés után erre fele fogunk fordulni, ezzel a kérdéssel fogunk foglalkozni. A képviselőtestületi ülés február 12-én, szerdán délután 14 órakor kezdődik a Városházán. Paksváros sportjáért kitüntetésre vár javaslatokat az önkormányzat. Az elismerést két évente ítélik oda, az írásos ajánlásokat, amelyeknek tartalmazniuk kell a jelölt azon teljesítményét, amely méltóvá teszi a kitüntetésre. 2020. március 9-ig lehet eljuttatni a Városházára. A képviselőtestület áprilisi ülésén dönt a díjazott személyéről. Az elismerést a Magyar Sport napján, május 6-án veheti majd át a kitüntetett. A díjat egyébként először 2006-ban adták át. Idén is mindenkinek elkészíti adóbevallását a Nemzeti Adó és Vámhivatal, legyen munkavállaló, őstermelő, áfa fizetésére kötelezett magánszemély vagy akár egyéni vállalkozó. A változásokról, a teendőkről, a határidőről és az 1+1%-ról minden fontos információ megtalálható az adóhatóság honlapján. 2020. március 15-éig készíti el az adóbevallási tervezetet a Nemzeti Adó és Vámhivatal, legyen szó munkavállalóról, őstermelőről, áfa fizetésére kötelezett magánszeméről vagy akár egyéni vállalkozóról. A NAV által összeállított adóbevallási tervezet mindenkihez megérkezik március közepéig. Az egyéni vállalkozók, az őstermelők és az áfás magánszemélyek a tervezet adatainak megtekintése, a nem kifizetőtől munkáltatótól származó jövedelmi adatok, valamint a vállalkozói, őstermelői tevékenységgel összefüggő adatok kiegészítése, majd mentése után küldhetik be a bevallást elektronikusan a webes kitöltő felületen. A NAV által elkészített adóbevallási tervezetek megtalálhatók a nav.gov.hu internetes oldalon, valamint a magyarország.hu felületen működő ügyfélkapun. Az egyéni vállalkozók, az őstermelők és az áfás magánszemélyek a tervezet adatainak megtekintése, a munkáltatótól származó jövedelmi adatok, valamint a vállalkozói, őstermelői tevékenységgel összefüggő adatok kiegészítése, majd mentése után küldhetik be a bevallást elektronikusan a webes kitöltő felületen. Akinek nincs ügyfélkapuja, március 16-áig többféle módon is az adóazonosító jele és a születési dátuma megadásával kérheti a tervezett postázását. SMS-ben a 0630 344 4304-es telefonszámon az alábbi formában nagybetűkkel SZIA, szóköz, adóazonosító jel, szóköz és a születési dátum év-hónap-nap. A NAV honlapjáról letölthető formanyomtatványon, kötetlen formátumú levélben, a 1819-es hívószámon, valamint személyesen az ügyfélszolgálatokon. A személyi jövedelemadó bevallás benyújtási határideje mindenkinek egységesen május 20-a, az SZIA 1+1%-áról is május 20-áig rendelkezhetnek a felajánlók, addig választhatnak egy támogatni kívánt civil szervezetet, vallási közösséget vagy a Nemzeti Tehetségprogramot. Kimagasló biztonsági mutatókkal, történetének legmagasabb termelési eredményével zárta a 2019-es évet a Paksi atomerőmű. A létesítmény négy blokkja összesen 16.285,91 gigawattóra villamos energiát állított elő a múlt évben, ezzel a bruttó hazai termelés közel felét biztosította. A négy blokkos üzemelés kezdete óta tavaly volt a legalacsonyabb az egyéni és a kollektív dózis az atomerőműben, de minden korábbinál alacsonyabb, nulla lett a VANU, azaz az Atomerőmű Üzemeltetők Világszövetségének munkabaleseti mutatója is a hazai létesítményben. Három-nullára győzött Kaposváron a Paksi FC OTP Bankligában szereplő labdarúgó csapata. Ostermayer Gábor együttese a legutóbbi öt mérkőzéséből négyet megnyert, így felzárkózott a középmezőnyhöz. A PFC 19 fordulót követően 23 ponttal a tabella 9. helyén áll.
A Paksi FC labdarúgó csapata a Zalaegerszeg után újabb riválissal mérkőzött az OTP Bank ligában, ezúttal idegenben a sereghajtó Kaposvár következett. A kiesés elől menekülő együttesek támadólag léptek fel, az első percek tehát eseménydúsan teltek, az ötödik minutumban a Paksi ráckapus bravúrja után maradt a 0-0-ás állás. A 8. minutumban már a túloldalon Pogacsics hárított nagyot Hán próbálkozásánál. A 17. percben villámgyors kontrát vezetett a PFC, Könyves pedig a kaposvári hálóba lőtt. Ezt követően jobbára mezőnyjáték zajlott a pályán, majd a 37. percben ismét Rácz védett Csiki lövésénél. A hajrában megduplázta előnyét a Paks, a gólszerző ismét Könyves volt, így a látogatók nyugodtan mehettek a szünetre, a táblán 0-2 állt. A térfélcsere után átadta a területet a PFC, a somogyi alakulat ugyan többet birtokolta a labdát, de helyzetig nem igazán jutott. Sőt, az utolsó 25 percre fordulva egyre több lehetőség adódott a harmadik gól megszerzésére a vendégeknek, de a kísérletek vagy célt tévesztettek, vagy Pogacsics kapus hárított. A 83. percben Szabó centerezésére remekül érkezett a PFC újonca, a csereként beálló Sajbán végleg eldöntötte a 3 pont sorsát. A végeredmény Kaposvári Rákóczi FC, Paksi FC 0-3. Ostermayer Gábor együttes a legutóbbi 5 mérkőzéséből 4-et megnyert, így felzárkózott a középmezőnyhöz. A PFC 19 fordulót követően 23 ponttal a tabella 9. helyén áll. Azt kell mondanom, hogy az 5 perc kivétel, a 85 perc az meg a miénk volt. Úgy játszott a csapat, ahogy én elképzeltem valójában valamikor. Ennél jobbat nem is kívánhatok, úgyhogy gratulálok a csapatnak. A Kaposvárnak jók a rögzített helyzetei, ebből volt 2 komoly. Készültünk rá, bár mindig benne van az, hogy hova csorog le a labda, kiéri elő, tehát van benne egy kis szerencse is, faktor. Ugye volt ebből nekünk most részünk, de ebből kijöttünk, utána hányanak komoly helyzete volt rá, a tizedik percben ajtó ablak zicser volt, és utána jól játszottunk, gólokat rúgtunk, voltak még lehetőségeink, ilyen volt például a Böde Daninak az 94 perces kilépése is, amiből még gólt szerezhetünk volna. Első 10 percben nagyszerűen kezdtünk, 3 óriási helyzetünk volt, amiben meg kellett volna szerezni a vezetést. Az ilyen felfokozott hangulatú és fontosságú mérkőzésen azt gondolom nagyon fontos, hogy kirúg az első gólt. Ami még nagy szerencsétlenségünk volt, hogy a kapusuk is sajnos 10-esre védett. Ezt a sok negatív hatás után nem tudtunk lábra állni. Mindent megpróbáltunk, másik félben már kockáztattunk, és próbáltunk támadókat behozni, próbáltunk helyzeteket kialakítani. Nem sikerült. A Paksi FC a következő fordulóban hazai pályán a Puskás Akadémia FC-t fogadja. A mérkőzést február 8-án szombaton 17 órakor rendezik a Fehérvári úti stadionban. Csütörtökön este gyengén és erősebben felhős időszakok, illetve területek váltakoznak. Csapadék nem valószínű, az északnyugati szél helyenként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3, +2 fok között alakul. Pénteken napközben gyengén és erősebben felhős időszakok, illetve területek váltakoznak. Csapadék nem valószínű, az északnyugati, majd a keletire forduló szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet +7 fok körül alakul. A híradó végén megköszönöm figyelmüket, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!